Hamarosan dinnye szezon. Patika nap Karcagon. Eredményes évet zártak a refisek. Itt a grill szezon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 14-én 18 óra 5 perckor. Néhány napon belül megjelenik a piacokon a magyar sárga dinnye. Berekfürdőben már megkezdték a dinnye szüretelését, 1 kiló gyümölcs 600-800 forintba fog kerülni a szezon elején. Mézédes lesz az idei magyar sárga dinnye Berekfürdőben. A meleg tavasznak köszönhetően 8-10 nappal hamarabb kezdhetik meg a szüretelést. A termelők kiváló minőségre számítanak. Az idei meleg tavasz egy kicsit előrébb hozta a sárga dinnye érésének a folyamatát, így már ezen a héten a piacra tudjuk dobni, most, amit a fóliasátrumba termeltünk, sárga dinnyét. Mindenképpen ízletesebb, zamatosabb a magyar sárga dinnye a külföldi társaihoz viszonyítva. Ugye nem kell annyira hosszú utat megtennie, és mi tényleg a reggel frissen leszedett dinnyét tudjuk a piacra vinni, tehát ennél frissebb. A lakosság körében nagyon keresett, mint minden gyümölcs, pláne így tavasszal, minél többféle gyümölcsöt tudunk a piacra vinni, annál jobb, ezért is próbáltuk a sárga dinnyét így fóliába, hogy minél hamarabb piacra kerülhessen. A nagybani árakat nézve most 6-800 forint körül van kilogrammja a sárga dinnyének. Jó termésre számolunk, több mázsa sárga dinnyénk fog lenni, mint sátorban, mint pedig szabadföldön. A termelés pedig segítette azt, hogy koratavasszal már el tudtuk ültetni a fóliába a palántákat. Termálvízzel fűtjük a fóliasátrainkat, ami a Berekfürdőn van termálvízes kút, onnan jön. Valamint posztméhek segítik a virágok megtermékenyítését, és ilyen különlegesebb baktériumtrágyákat is használunk a minél jobb tápanyag felszívódás hatása miatt. A kereskedők is jó szezonra számítanak a kedvező árak miatt. Már most megjelent helyenként az ára miatt ugye nem nagyon veszik még, de hamarosan meg fog jelenni, nagyobb mennyiségbe, most olyan 7-800 forint körül van a kereskedelmi ára, de viszont egy 2-3 héten belül esni fog az ár, úgyhogy nagyobb mennyiségben is meg fog jelenni. Nem azért, hogy hungarikum, de az íze sokkal ízletesebb, mint a kinti fóliás dinnyék. Tehát azokat leszedik zölden, úgy érik, tehát utóérő gyümölcs, ez pedig ott érik meg a fóliába vagy a földön, és sokkal jobb az íze. A vásárlók a jobb íze és a kedvező bár miatt keresik a magyar dinnyét. Zamatos, jó ízű, és a termelőket, tehát a magyar termelőket, akik kint dolgoznak földeken, azokat ezzel szeretném segíteni. Tehát ha ők megtesznek annyit, hogy nekünk megtermelik, akkor ez talán segít rajtuk. Egy kiló sárga dinnye 6-800 forint között lesz a szezon első felében, a szezonban azonban a felére is lecsökkenhet majd a gyümölcsára. Megkedvelték a betegek a 2017. november 1-jével bevezetett e-receptet. Az új rendszer bevezetésével gyorsabb lett a receptkiváltás, több időt tölthetnek a patikusok prevencióval. Mindezekről is szó volt a karcagi patikanapon. Egy pluszvonalkód mellett ennyiben különbözik a hagyományos vénytől az e-recept, ami egyre elterjedtebb. A patikusok szerint az új rendszert a betegek megkedvelték, mert az biztonságos és megkönnyíti a receptek kiváltását. A gyógyszerek e-személyi igazolvánnyal vagy régi típusú személyazonosító okmány és tajkártya felmutatásával is kiválthatóak. A betegek elfogadták, de igazából még nem tudják, nem ismerik. Tehát ők ezt nem látják a recepten, hogy három vonalkódos a recept, és emiatt már ugye ő e-receptet kapott, hanem csak hozza, mint receptet, de egyébként ez egy felírási igazolás, tehát már ez nem receptként szerepel nálunk, de egyébként szeretik, sőt, van, aki már kimondottan, célzottan úgy érkezik a patikába, hogy hozza a személyigazolványát, hogy ő neki kérjük le a receptjeit, mert nem hozta a receptet, és adjuk ki neki a gyógyszert. Egyre többen vannak ilyenek, és tehát kezdik elfogadni, úgy mondom, de igazából akkor válik majd be, amikor teljes egészében a recept megszűnik, és valóban csak egy A4-es lapot fognak kapni, amin a gyógyszerek szerepelnek. A karcagi Fodor Károlyné szerint is jó döntés volt az e-recept bevezetése, mert biztonságos, és nem kell annyit sorban állni a patikában. Nem
Gyorsabb, pillanatok alatt halad. Bár az e-recept egyre elterjedtebb, a patikusok szerint sokan még mindig nem ismerik. Kezdetben nagyon sok aggodalommal fogadta a lakosság, de azt láthatjuk, illetve a mindennapi munkánk folyamán mi is segítünk számukra abban, hogy bemutassuk azt, hogy ez egy nagyon jó dolog, amely a gyorsaságunkat növeli, a betegbiztonságot, a betegjogok magasabb szintre emelését, illetve hát most egy új dolog, az adatbiztonság, az adatvédelem szempontjából is egy nagyon úttörő dolog ez, amely, ahogyan önök is jól ismerik, 2017. november 1-től indult Magyarországon, és tulajdonképpen a kórházak, a háziorvosi rendelők, illetve a gyógyszertárak azok, akik az első körben csatlakoztak. A hagyományos vények 2018. december 31-ével megszűnnek, de a szigorúan ellenőrzött gyógyszereket a továbbiakban is ki lehet majd váltani a megszokott vényeken. Sikeres évet tudhat maga mögött a református általános iskola. A diákok könnyen vették az akadályokat, mindez a kimagasló szakmai munka eredménye. A most következő tudósításunkban Daróczi Erzsébet beszélget az intézmény igazgatónőjével. Köszöntöm nézőket a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában, lassan a tanév felé közeledünk. Nagyon sok eredményről tudunk beszámolni, hiszen sok országos és megyei helyezést hoztak el. Erről Földvári Nési Manila igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Sok versenyt rendeztek önök is, ide vártak diákokat, viszont önök is voltak az országban nagyon sok versenyen. Hogyan értékeli az idei tanévet? Olyan sok versenyen voltunk, hogy ezt sem tudnám mondani. Inkább úgy fogalmaznék, hogy rengeteg versenyen voltunk. Egyébként is az az alapelvünk, hogy minden versenyre elmegyünk, egy-két kivételtől eltekintve, és nagyon-nagyon kiváló és nagyon-nagyon kimagasló eredmények születtek. Nyilván alsó tagozatban ugye a versmondó verseny, mesemondó verseny, kisebbeknél másabbak a lehetőségek, de a felső tagozatos diákjaink közül nagyon szép országos eredmények születtek, és vannak még olyan versenyek, amelyek nem zárultak le. Ilyen például a Kán Károly természetismereti és környezetismereti verseny 5.-6. gyerekek számára hirdetik meg. Van egy megyei első helyezettünk, Birizló Csenge. Ő nyilván tovább jutott az országos mezőnybe, és fogja az iskolánkat képviselni. Aztán szeretném megemlíteni a Herman Otto biológia versenyt. Ezt a versenyt a 7.-8. évfolyamos gyerekek számára hirdetik meg hosszú évek óta. Itt is van egy megyei első helyezett diákunk, ő a 7. A-osztályból Tóth Noémi, aki szintén képviseli az iskolánkat a május végén megrendezésre kerülő országos versenyen. Aztán az elmúlt héten Nyíregyházán rendezték meg a Jedlik Ányos országos fizika versenyt. 4 diákunk vett részt ezen az országos versenyen. 2 harmadik helyezés, 1 negyedik és 1 ötödik helyezést hoztunk el. Én azt gondolom, hogy fizikából országos megmérettetés tekintetében ez mindenféleképpen kiváló, kimagasló eredmény. Illetve országos versenyeredmény, még történelemből a 6. helyezés. Ezt a helyezést Pintér Bálint 8. osztályos tanuló hozta el. Hát nagyon örülünk ezeknek a szép helyezéseknek, nyilván van még több is. Hát nagyon örülünk, nagyon köszönjük a felkészítő nevelőinknek, a diákoknak és a segítő szülőknek, ahogy szokták mondani, hogy mindenki oda teszi magát, és azért vannak ezek a kiemelkedő eredmények, mint általános iskola. Én úgy gondolom, ennyi országos eredmény mindenféleképpen kiemelkedő és dicséretes. És hát azért nagyon sok városi, megyei helyezés is van, amire most tényleg tudnánk nagyon sok-sok gyereket kiemelni. Én azt kívánom, hogy a következő tanévben is, a 23-ban is legyenek ilyen sikeresek a refisek. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. A jó idővel megérkezett a grill és bogrács szezon.
Idén a sertéstarja, a csirkecomb, a csirkemell és a marhahús az egyik legkedveltebb a grillezők körében. A pörkölteknél természetesen a birkahús és a sertéshús a legkelendőbb áru. A jó idővel megérkezett a grill és bográt szezon. Idén a sertéstarja, a csirkecomb, a csirkemell és a marhahús az egyik legkedveltebb a grillezők körében. A pörkölteknél természetesen a birkahús és a sertéshús a legkelendőbb áru. Felkészültek a húsboltosok a grill és bográt szezonra. A húspultokban a legnépszerűbb húsokból válogatnak a vevők. Továbbra is kedvelt a sertéstarja, a csirkemell, a csirke felsőcomb, a pulyka medalion, de egyre többen keresik a marha húsokat is. Megérkezett a jó idős, ezzel meghozza a grill szezont, a szabadtéri főzések ideje eljött végre valahára. Igen, vártuk már nagyon, nagyon, de nagyon népszerűek ilyenkor. Tulajdonképpen a húskínálatból minden egyes, akár sertés, akár marha, a sertésnek a legkívánlóbb, amit nagyon, de nagyon szeretnek, és a királyként emlegetik, a tarja, de az oldalas is egyre népszerűbb. Marhából nagyon, de nagyon, tehát felütötte most a fejét, hogy egyre népszerűbb a marha is, tehát a bélszín, a fehér pecsenyéje, sztékeknek való olyan, tehát a rostélyos, a hátszín, és kedveltebb, egyre jobban kedvelik a vásárlók, igen, próbálgatják. Megunhatatlanok a szárnyasok is, pulyka is nagyon, de nagyon népszerű, csirke is nagyon népszerű, nagyon sokan szeretik a csirke comb, felső combját, de a melle, és a pulykának is vannak a medalion, ugyanúgy, tehát azok a puhább felső comb, mellfilé, amik olyan kimondottan jók is grill tárcsára, de ma már mindent ráraknak a tárcsára is, a rácsokra. A kereskedők szerint a karcagiak körében egyre népszerűbb a szabadban főzés. Az áfa mérséklés elősegítette azt, hogy egyre több húsárút vesznek az emberek. Én azt látom, hogy nagyon, de nagyon, tehát népszerű, tehát a jó idő, az, mindegy, hogy jó vagy rossz idő van, kihozza az embereket tulajdonképpen a szabadba, akár bográcsoznak, akár grilleznek, és egyre népszerűbb, összehozza az embereket, családokat, baráti társaságokat, és most már felhasználják minden részét, igen. Bográcsos ételek is népszerűek nagyon. Egyre népszerűbb, tehát kivisszük már most a szabadba a főzés jelentős részét, főként hétvégén, vagy akár szabadságok idejében is. Igen, kint főzünk a kültérben. Deák Ferencné, az egyik karcagi húsból tulajdonosa elmondta, hogy a népszerű húsok már 1000-1400 forint per kilogrammáron megkaphatók. A sertéstarjából egy kiló jelenleg 1250 forintba kerül. Sertéstarja, ami most ugye egy picikét kelendőbb és népszerűbb, az 1250 forinttól 1300 forintig kapható. Sertéscomb, karaj, azért egy kicsikét az minőségébb, 1300 forinttól 1450 forintig található. Lapocka, dagadó, oldalas, ezek 1100 forinttól 1250-1300 forintig. A marhánál nem történt a tavalyi árhoz képest változás, az tartja az árát, attól függ, hogy csontos, csont nélküli, lábszár, combja rostélyos, ott nem történt árváltozás, legalábbis nálunk. A karcagi Kun Mihályné és családja nagyon szeret a szabadban főzni. Neki a kedvence a sertéshús. A Karcag Televíziónak elmondta, hogy a grillezés mellett gyakran főzik a család kedvencét a szabadban, a karcagi birkapörköltet. Gyakran szoktunk, hát a birkapörköltön kívül grillezni szoktunk és bográcsozni, de mivel mi ketten élünk együtt itthon a férjemmel, csak a gyerekek, unokák itthon vannak, vagy pedig Mátra Derecskén a nyaralóba, amikor fent vagyunk, akkor általában úgy szoktunk, hogy legalább egy hetet együtt tölt az egész család, és akkor mi önállátóak vagyunk, és tényleg ők elkészítik, vagy javasolják, hogy mit csináljunk, és akkor grillezünk, és jól érezzük magunkat. A családi grillezésen a sertés és baromfi húsokat részesítik előnyben. Sertéshús, baromfi, hát van, aki a diétásabb, sőt, van olyan, aki a vegán ételeket fogyasztja, és annak megfelelően vásárolunk be, hogy kinek milyen az ízlése. Sertéstarja,
az is, hogyha szépen meg van sülve, mert én a marhahúst is úgy szeretem, hogyha meg van jól főve, vagy, tehát én nem szeretem ezeket a vörös húsokat sem fél fővésben. A boltban a minőségi sertés, birka és marha húsokat vásárolja Kun Mihályné, ugyanis baromfikat nevel az udvarom. Mi baromfit mindig tartunk, sőt a három családnak, a gyermekeink családjának is. Baromfi hús nem nagyon szoktam venni. Én itt a minőséggel meg vagyok elégedve, én ide szoktam járni, mert hogy közel is lakunk, és ide szoktam járni vásárolni, én mindent megkapok, ami szükséges. A fűszerezés, pácolás előtt érdemes a húsokat megfelelő vastagságúra szeletelni, hogy az megfelelően átsüljön. Ajánlott a faszénen való grillezés, mert így lehet igazán finom a hús. Figyeljünk arra, hogy ne tegyünk túl sok ételt a grill rácsra. Néhány perc sütés a legtöbb húsnak elegendő, különösen, ha előtte be is pácoltuk. Sütés közben többször forgassuk meg, de semmiképpen ne villával, mert ha megszúrjuk, elfolyik a húsleve és kiszáradhat. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!